Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök minden kedves vendégünket, meghívott nyugdíjas pedagógusainkat, iskolánk dolgozóit, a kedves szülőket, nagyszülőket, és természetesen benneteket, gyerekek, akik a színfalak fölött várakoztok még. Külön tisztelettel köszöntöm Gömze Sándor urat, városunk polgármesterét. A költő szavaival élve, közelednek az ünnepek, mondd, mit adhatok neked? Csak néhány szót, amely szívedhez ér. Együtt legyek veled. Melegség tölti el szívünket karácsony közelettével. Az ünnep hangulatában figyelünk a másik emberre, és arra gondolunk, mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Karácsony megható napja nem csak a kereszténység, hanem a család, a békesség, a szeretet ünnepe is. Ha értelmet és örömet adunk egymás életének, akkor megértettük a karácsony lényegét. Őrizzük ennek az ünnepnek a fényét. Ez azért öröm minden alkalommal, mert együtt tölthetjük az időt, együtt készülhetünk a Szentestére. És azért külön öröm, hogy hosszú évek óta a téli szünet előtti utolsó délutánon lélekemelő műsorral köszöntjük mi is a karácsonyt. Ilyenkor iskolán karácsonyfája alá oda tesszük a magunk kis ajándékát, és örülünk, ha vannak, akik szeretettel fogadják. Karácsony kapcsán szép gondolatokat tudunk megfogalmazni, de legfontosabb mégis az összetartozás érzése. Akár most, akár majd szentestén szűk családi körben, akkor lehetünk igazán boldogok és felkészültek a karácsony befogadására, ha örömünket leljük egymásban. Ennél nagyobb ajándékot nem adhatunk, és nem kaphatunk. Kívánom ennek megérését valamennyi kedves jelenlévőnek. A karácsonyt azért is várjuk, mert ilyenkor egy kicsivel több idő jut szeretteinkre. Egy kicsit lassítunk lépteinken, jobban odafordulunk ismerőseinkhez, barátainkhoz, családtagjainkhoz. Remélem, ha önök is úgy érkeztek ide iskolánban, hogy van idejük megpihenni, van türelmük megnézni a gyerekeink műsorát. Kérem önöket, ma ne rohanjanak sehová. Engedjék át magukat az ünnep megható pillanatainak. Olyan jó érzés az, amikor a műsor befejezésénél elköszönhetünk egymástól.